Külső élősködők nagyon gyakoriak tengeri malacokban. Ez egész egyszerűen azért van, mert ezek csapatban élő állatok. Nem csak arról van, hogy egyszerűen csapatban élő állatok, de hát ugye hogyan kerül egy tengeri malac a tulajdonoshoz? Optimális esetben egy tökéletes tenyésztőtől, egy tökéletes tenyészetből választunk egy tökéletes példányt, aki makkegészséges. Ugye ez a gyakorlatban inkább úgy szokott kinézni, hogy elmegyünk egy állatkereskedésbe, ott beleszeretünk, és akkor gyorsan megvesszük, mert a kisgyerekünk sírva megy ki anélkül, és akkor az a tengeri malacka, az valahol született, utána 2-3 kézen átment, bekerült egy kereskedésbe, ott teljesen máshonnan összejövő másik állatkákkal összekeverték, hazavisszük, borzasztó aranyos, és a harmadik meg a negyedik napon megbetegszik. És ez olyan tragikusan szokták megjelenni ezt a tulajdonosok, de tulajdonképpen bele gondoljuk, ebben van logika, mert hogyha én a gyerekemet először elviszem az óvodába, akkor a negyedik napon már tamnyos lesz, és minden gyerek beteg lesz, mert különböző mikrobiológiai környezetből származnak, összekeverjük őket, kicserélik a mikroorganizmusokat, és gyorsan mindenki megbetegszik. Szerencsés esetben ezek enyhébb betegségek lesznek, súlyos esetben ezek lehetnek komolyabbak is, például légzőszervi fertőző betegségek esetén, de a parazitáknak ez egy zseniális környezet. Tehát ők lubickolnak ebben, hogy fiatal, nyilván stressz alatt élő, hiszen legyengült immunrendszerű, mert elcipelték, másik malacokkal találkozott, állatkereskedésbe került. Tehát eleve egy picit csökkent immunstátuszú állatokról beszélünk, akiken hát nagyon szépen el tudnak szaporodni. És hát tisztelt a kivételnek egyébként, még hogyha megpróbáljuk kultúrát helyre venni a tengeri malacunkat is, ott is belecsúszhatunk, hogy például tünetmentesen hordoz mondjuk parazitákat, mert nagyon sok esetben, ami neki jó az immunállapota, nem látszik rajta semmi. Majd egy új helyre kerül, új takarmányt kap mondjuk az új tulajdonosnál, egyáltalán más a környezet, egy picit meggyengül az immunrendszere, és már könnyebben elszaporodnak. Tehát például a tetvek, ami rendkívül gyakori dolog, azok nagyon sokszor mondjuk jó immunstátusz mellett észrevétlenek maradnak, tulajdonos hazaviszi, egy-két hét múlva elkezd vakarózni, és látjuk, hogy tetves, és akkor ugye nagy frázba szokott lenni mindenki, hogy te jó ég, ezt honnan kaphatta el, meg valahogy ezt ugye mindenki a kosszal, meg az igénytelen tartással tartja összefüggésben. Ezt szerencsére el kell felejteni, tehát aki a legszebben tartja a tengeri malacait, annál is előfordulhat, hogy tetves lesz. Egész egyszerűen, mert az állatok ezt fiatal korton magukon hordozzák. Ha nagyon kis számú parazita van, az szinte tünetmentes. Majd onnantól kezdve, hogy tényleg valamiért meggyengül, ezek el tudnak szaporodni, akkor elkezd az állatka vakarózni. Ezzel kapcsolatban még azt meg kell jegyezni, mert ez egy fontos dolog szokott lenni, hogy a paraziták azok az esetek többségében meglehetősen fajspecifikusak. Ezek nem szeretnek átugrálni egyik állatról a másikra. A tetvekre ez különösen igaz. Tehát a magyarul, ha a tengeri malac tetves, akkor a gazdi meg a gazdi gyereke az nem fog megbetegedni ettől, ez nem tudja megbetegíteni az egyéb állatfajokat vagy az embert. A tetű mellett meg kell említeni még a rühatkákat. Na ez már jóval gonoszabb betegség, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan módon lehet összeszedni, tehát hogy sajnos ezek a picit legyengült fiatal állatok egymással keverednek, viszont az olyan szempontból egy kellemetlen dolog, hogy az súlyos vakarózást és látványos bőrtüneteket szokott okozni, tehát gyakorlatilag akár ilyen vérző sebeket vakarnak magukon az állatok, ezek vastag pörkökkel fedettek, ez borzasztóan viszket, egy súlyos fertőzés az általános tüneteket is okoz, annyira zavarja az állatot, hogy mondjuk beszünteti a táplálékfelvételt, vagy testtömegvesztést mutat. Hát ez komoly kezelést igényel, tehát ezek állatorvoshoz kell menni. Aztán léteznek még szőrtűszőatkák, ezek jóval ritkábbak és enyhébb tüneteket szoktak csinálni, illetve ha már így bőrbetegségekről beszélünk, szintén jellemző a tengeri malacoknak a gombás betegsége, ez trihofitonok, tehát a bőr felszínen élő gombák okozzák. Ugyanez a történet, fiatal állat, picit talán bizonytalan helyről származó, vagy több kézen átment fiatal, legyengült immunrendszerű állatoknál jellemző. Nem okoz olyan drámai vakarózást, mint a rühatkás fertőzés, de azért szőrhullást, vakarózásos foltokat okozhat, ami miatt ez lényegesen kellemetlenebb mondjuk a tulajdonosok szempontjából, hogy ez viszont átmegy emberre. Ugye abszolút jellegzetes szituáció, hogy a kis gyerekeken ilyen kis piros viszkető foltokat okoz, és hát ebből ugye nyilván gyakran származik hiedelem, rendszeresen kapunk ilyen telefonokat, hogy a potenciálisan tengeri malac megfertőzte mondjuk a gyerkőcöt. Ezzel kapcsolatban azért szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez nem egy nagyon veszélyes betegség. Tehát értelemszerűen, hogyha ilyen probléma jelentkezik, akkor bőrgyógyászhoz kell fordulni.
illetve esetleg érdemes a tengeri malacot is nyilván megvizsgáltatni állatorvossal, de ez egy nagyon szépen kikezelhető dolog mind emberben, mind tengeri malacban. Tehát úgy értem, hogy senkit nem, vagy mindenkit lebeszélnék arról, hogy a tengeri malacot ilyenkor valami szörnyű fertőzési forrásnak tekintse, és esetleg mondjuk megpróbáljon tőle megszabadulni, vagy borzasztóan megijedjen, mert hát ez meg kell gyógyítani, és akkor mind a gyereknek, mind a tengeri malacnak nem fog semmi komoly problémát jelenteni. Tehát ha bármi látványos bőrtünetet tapasztalunk, inkább forduljunk vele persze állatorvoshoz. A másik meg az, hogy eleve a szőrös állatokat nagyon rossz kenni, mert hát ugye összeszennyezzük vele a szőrzetét, az kellemetlen, akkor még jobban vakarózik, nehéz róla leszedni, ember legyen a talpán, aki ugye neki áll tengeri malacot megfürdetni, úgyhogy ez mindenkinek sérülésmentesen sikerüljön, és nem is nagyon szabad, tehát csak indokolt esetben. Úgyhogy alapvetően a bőrtünetet látunk, meglátogatjuk az állatorvost.